Jó napot, főmérnök úr! Adjon Isten! Egyedül, főnök úr? Igen, Bihari átment a raktárba. 18 óráig nincs vonatunk. Minek köszönhetem a látogatást? Próbauton voltam. Mondja csak, Farkas, hogyan lehet egy vonatot ügyesen kisiklatni? Hát, kérem, tréfálni tetszik, én nem is tudom, hogy... Hagyjuk ezt a játékot, Farkas úr. Amikor nyilas volt, sok mindent tudott. Kérem, én nem voltam nyilas. És Dombavárt már elfelejtette? Mit akar? Tönkre akar tenni? Ellenkezőleg. De nem szeretem, ha feledékeny. Mit akar? Beszéljünk okosan. Holnap éjjel itt 1700 tonna fut keresztül. Értékes gépeket hoz. Ez a kocsihoz elég négy ember, a többi menjen át oda. Sose lesz mindegy, ha mindegy rakáson állnak. Itt ma reggel még át kell menni egy személyvonatra. Jöjjön velem állomás, főnök úr. Beszélgessünk egy kicsit erről a balesetről. Kérem, parancsoljon! Tűzmentes! Igen, ezt értem. De gondolkozzék csak. Ön szakember. Mi okozhatta a szerencsétlenséget? Minket most ez érdekel. Nem tudom. Nem találok magyarázatot. Állomásfőnök úr, mi tudjuk azt, hogy nincsenek véletlenek. Nem lehet ez szándékos? Kérem, az is lehet. De én nem tudom elképzelni. Miért és hogyan? Elvégre mi itt voltunk. Mulasztás nem történt. Hát jó, majd meglátjuk. Addig is köszönöm a felvilágosításait. Most pedig menjünk vissza a helyszínre. Azt hittem, lent van a mentésnél. Igen, persze, oda megyek. Beszélgettem Farkassal. Főmérnök úr, nem jön velünk? Nem, köszönöm, még dolgom van.
menekülnie innen. Előbb faggattak. Gyanakodnak rám. Éppen azért. Azt ígértem, hogy segít, ha baj lesz. Egy óra múlva legyen a sorompónál. Autóval jövök magáért. Na menjen, menjen, menjen.